meglepetje, hogy minden rendben. Kivéve, hogy átpattant egy labda a másik asztaltól. De, hogy egyébként lehet kezdeni. Az első adogatás Kajzeri. És az első pont is. Megint rájött a labdát. A mérkőzés tehát a döntőbe jutásért zajlik. Tehát amit most láttunk éppen, úgyhogy a labda egy kicsit visszapörögve, de még az ellenfél tér felé maradva jusson át. Illetve azok a labdák, amik a mérkőzés közben is, akár az asztal szélére adva, akár közvetlenül a háló mögé pöttyintve megnehezítik az ellenfél dolgát. Nagyjából az edzéseken ezeknek a gyakorlása az idő 70%-át tölti ki. És próbálkozott Kajzer egy olyan emeléssel, ami esetleg majd visszapörgött volna, de elkerült az asztalt. Ezzel picit dolgozik. Lehetne tenni, és ő is egy rövid adogatással kezd. De a szélére már nem ír oda. 6-3. János nem csalódott volt a tegnapi vereségem után, több alkalommal is beszélgettem vele, és próbálta visszaidézni azt, hogy mi volt az, amit ő rontott el, illetve mi volt az, amit a mérkőzés vezetőnek kellett jobban megítélni. Thank you.
2018-ban szerepelt a nemzetközi olasz Openen a Master versenyen. Elképesztő régóta azt tartalmazik. KSI-ben készült a alkalommal. Találkoztunk már az István mezei úton, mert ámad a délutáni órákban érkezik. Egy segítséggel, egy fehér kombi autóval szoktak megjönni. És besegíti őt az asztali teniszterembe. Tavalyi ellenfelei között szerepelt, ugye a tavalyi Hungarian Openen szerepelt ellenfelei között az a Federico Falco, akit ezen az Openen, ezen a versenyen éppen Major vert. Tavaly verte egyébként kétszer is De Francescót, illetve Vincent Tomást. A bandás felszerelése pedig egy kicsit időt vesz igénybe. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy van ugye 36 év a kettő pingpongkutya között, Major a 218-adik, Vezer pedig a 238-adik a világra listán. János mutatja, hogy ügyes megoldás volt. 5-3. Nem tudtam megszelídíteni Major adogatását Kajzer. Most pedig Kajzer csapta a Majort. 6-4. Szerva csere. Tulajdonképpen a teljes magyar csapat itt ül az asztal körül. Még nem kezdődtek meg a csapatversenyek, úgyhogy itt látom Dollenstein Jánost. Itt ül Kovács Ilona is, aki majd egy hollanddal lesz egy csapatban. Mögöttem Kis Juhász József nézi a mérkőzést, aki tegnap kiesett egy győzelemmel és két vereséggel a csoportból. Érdekes, hogy nem ölte meg a labdát Endre, hanem nyesve próbálta betenni a háló mögé. Nem sikerül a rövidítés, 9-6. Kajzer vezet. Sikerül, de meg tudja még menteni. És megint egy bólintás, egy elismerő bólintás Endre részéről. Játszmalabdája van Kajzernak, és az első meg is van. 1-1 a mérkőzés a döntőbe jutásért Major Endre és Kajzer János között. Most Szabó Brigitta ugyan oda megy,
a palánkhoz, de csak azért, hogy ellenőrizze, hogy a videó kamera tökéletesen működik-e, rögzítik a mérkőzést nyilvánvalóan a későbbi elemzés céljából. Ugye a verseny érdekessége, hogy most ugyan egymás ellen játszanak a döntőbe jutásért, de aztán rövid idő elteltével egészen pontosan öt óra múlva megkezdik egymás mellett a csoportküzdelmeket a csapatban. Az ellenfeleik egy szlovák válogatott, természetesen ugyanaz a két szlovák fiatalember, akikkel a csoportban már mérkőztek, tehát Paul Korab és Barbierek. Ott lesz a francia Vincent Thomas és az olasz Federico Falco, az a Falco, akit ugye legyőzött már Major Endre is és Kaiser János is, illetve van egy angol-szlovák összeállítású csapat benne, az a Thomas Matthews Belsből, akit szintén legyőzött Major Endre, illetve a szlovák Marian Kamien alkotja még ezt a négy fős csoportot, csapatcsoportot. Azok a találkozók majd délután 3:30-kor kezdődnek, és még 6:30-kor is kezdődik mérkőzés ezen a napon. Sőt, ahogy nézem, az állóknál még este 8:00-kor is kezdenek találkozókat. Kicsit csúszunk az időrendben, mert ennél az asztalnál 10 óra 10 perckor már egy döntőnek kellene zajlania, és nem úgy néz ki, hogy ez a mérkőzés 10 percen belül véget ér. Fejfej mellett haladnak, hát nagyon jól ismerik egymást, ugye 4 éve rendszeresen játszanak. És ahogy korábban említettem, a mérlegük nagyjából 50-50%-os. Nem sikerült a visszapörgő labdát megölni. Ugye a szabály azt mondja, hogy akkor pöröghet visszafelé a labda, hogyha a második pattanásra is az ellenfél tér felén marad. Ennek a kritériumnak ez a pont ugye megfelelt. 6-5. Ez valahogy nem is érti Endre, hogy hogy ment el az ütője mellett. 6-6.
túl erősen bejött vissza a gyors szerva, ingatja is a fejét János. 8-6-ra vezet Majorendre. Emelés. És játszmalabdája van Majornak. Fonákkal az adogatás, de necces. Második adogatás már gyors. Meg is van elismerően bólint Kaiser. 11-6-2-1-re vezet Majorendre. A döntőbejutásért zajló mérkőzésen Kaiser János ellen. Tartják magukat az edzők ahhoz, hogy amikor két magyar játszik, akkor egyiket sem segítik. A háttérből figyelnek, csak úgy, mint a teljes magyar csapat. Kaiseren és Majoron kívül egyébként itt a kerekesszékeseknél nincs már versenyben senki, mert Parabás Balázs vereséget szenvedett az elődöntőben az izraeli Gevától. 3-1-re kapott ki, így ő nem jutott a döntőbe. De az biztos, hogy lesz magyar a döntőben. Az itt látható két fiatalember közül az egyik. Vagy a nekünk háttal ülő Majorendre, vagy a velünk szemben ülő Kaiser János. És az is biztos, hogy szlovák ellenfele lesz. A másik elődöntőben egyébként a szlovák Porkoláb 2-0-ra vezet Barbierek ellen, a harmadik játszmában pedig 4-0-ra. Nálunk pedig 2-1-re vezet Majorendre, játszmán belül pedig 1-1 az állás. Megindulni belőle Kaiser. Elsőre még sikerül, másodikra a hálóban köt ki a labda. Gyorsabb indítás adogatásból. Elismerő bólogatás. 3-2-re vezet Majorendre. Már 4-2. Ingatja a fejét Major, nem érti, hogy miért nem ment át ez a labda. Miért élt bele ilyen rosszul. Most pedig ő ismeri el Kaiser mozdulatát. 4-4. Kaiser János. Egy emelés. Elég
elkeseredett Kaiser János. Nem így akarta. Le is dobja az ütőt. Ma valahogy nem megy, úgy érzi. És időre is van szüksége. Megtörölközik. 6-6 az állás. A játszmák tekintetében Major Endre vezet 2-1-re. De túlüti. 7-6 Kaisernek. Megy emelt labda. Ez visszajön. És ezt már nem tudja fogadni. Major. 8-6. Kaiser János vezet. A két szlovák elődöntőjében pedig Porkoláb vezet 2-0, a harmadik szedben pedig 8-4-re. Itt 9-6, Kaisernek. És játszma labda. Egy pont kell az egyenlítéshez. És rögtön az első játszmalabdát meg is csinálja a Kaiser János. 11-6-ra nyeri a negyedik szettet, ezzel a játszmaállás 4-2-2. A másik elődöntőben Porkoláb és Barbierek között 2-0-ás Porkoláb vezetés mellett a harmadik szettben játszmalabdája van Porkolábnak. És az első meg is van, tehát a döntőben, az első kategóriában elsőként a szlovák Porkoláb jutott, úgyhogy aki itt nyer, annak majd ő lesz az ellenfele. Döntőjátszma a Kaiser-Major mérkőzésen. Nekünk háttal Kaiser János, szemben Major Endre. A tét, a döntőbe jutás. Szépen kitette oldalra. Major fonák oldalára már nem ért oda Endre. Sokkal feszültebbnek látom egyébként Kaiser Jánost. Ő ugye, ahogy említettem, 59 éves, tehát ő úgy érzi, hogy nagyon fontos döntőbe jutni. Nem mint hogyha Major nem érezné, de rajta nem látom annyira a feszültséget. Nyesett szerva, utána egy emelés. De csúnya volt, mondja Kaiser, és valóban nagyon csúnyán az asztal mellé tette. Egyébként az egész Hungarian Open jól a asztalokon, jól a hálóval és narancsárga jól a labdákkal zajlik. Ugyanezt is jól megoldott a Kaiser. 3-2-re vezet. Rövid adogatás, be is jön. 4-2. Három.
az első komoly érzelem nyilvánítás Kaiser János részéről. Jó, kiáltott az 59 éves játékos. Majort egyébként nagyjából 20-24 évvel ezelőtt ért egy autóbaleset. Fának rohant az autóval. És hosszú ideig nem nagyon sportolt, és jó 4-5 évvel ezelőtt kezdett el asztali teniszezni. Nagyon jó kezekbe került Szabó Brigitta tanítványa. És nagyon szépen fejlődik, nagyon tehetségesnek tartják. És miután még csak 43 éves, azért elég szép jövő állhat előtte az asztali teniszben, a para asztali teniszben. 5-nél csere, a szokásoknak megfelelően. Kaiser János vezet. Aki nyer, az a döntőben a szlovák polkorából találkozik. Major Endre megverte ezt a szlovákot tegnap. 6-3. Sokat gondolkodott Kaiser, hogy milyen legyen a szerva. Major adogat, tenyeressel indít. Próbál emelni. Levegőbe csap Kaiser, 8-3. Egy emelés. Nem hiszem el, mondja Major Endre. Szép volt, mondja. Igen, rendkívül sportszerűek a játékosok. Abszolút elismerik a másik tudását, a megoldásokat, gratulálnak. Kaiser János 2 labdára a döntőtől. Major 8-ra. Kaiser mind a két kerekét befékezi. Major fék nélkül játszik. Egy emelés. Megadják a pontot, mert hogy ugyan visszafelé pörgött a labda, de nem került vissza a saját térfelére. 9-4. Mérkőzés labda. Kaiser János többször is próbálkozhat. Egy emelés. Nem jött be. Az első hárítva. 10-5. Időkérés. Kaiser János úgy gondolja, hogy szüksége van erre az egy percre. Át kell gondolnia, hogy folytassa, és bár jó sok mérkőzés labdája van, nem szeretnék kiengedni a kezéből a lehetőséget, hogy a döntőben majd a szlovák polkorában játszhasson. Endre egy kicsit megmozgatja az izmait, a vállát. Láttunk már persze olyat, hogy 10-5-ről valaki visszajött, sőt, ismerjük ugye Jónyár Klampár történetet, hogy honnan is, mekkora vezetésről is el lehet veszteni egy mérkőzést. Megvan. 11-5-re és 3-2-re nyer Kaiser János. Így a döntőbe jut, és a szlovák polkorából játszik majd. Kezet fog a két sportoló. Úgy tűnik, hogy ezen a mérkőzésen a rutin diadalmaskodott a tehetség felett. Az idősebb legyőzte a fiatalabbat. Mi rövidesen folytatjuk, vélhetően egy döntővel, bár előfordulhat, hogy a versenybíróság másként intézkedik.